Bércesi Róbert zeneszerző, szövegíró, a Hiperkarma frontembere. Ahogy mondja, a zene számára maga a szerelem. A hétköznapi zenész mai adásában exkluzívan mutatja meg nekünk legújabb szerzeményeit, és bár nem gyakran ragad fakanalat, de a konyhai tudományát is megcsillogtatja. Dalaiban gyakran használ asszociatív képeket, utána járunk annak is, ezek mit mesélnek egy író számára. Zalán Tiborral elemezzük a metaforikus sorokat. Sziasztok, Bércesi Róbert vagyok. Tartsatok velem egy napra. A napjaim azzal szoktak kezdődni, hogy felkelek, felhúzom a redőnyt, imádkozom egy rövidet magamban, és rámeditálok az éppen készülődőben lévő napomra. Körülbelül 5 éves korom óta, tehát amióta az eszemet tudom, minden reggel és este elmondok egy rövid imát, ez egy keretet ad a napomnak, és mindig megnyugtat és biztonsággal tölt el az, hogy bárki vagy bármi is Isten létezik, velem van és vigyáz rám. Ki lakik itt ebben a gyönyörű házban? Ki az az alak a járdán, akiért odabent fátyák tüze ég? Ki lehet ő? Ki ez a rozog a párja? Valaki, aki a lábán alig áll, aki csak épp, hogy navigál. Az embereket az álmaik, akár emlékeznek rájuk, akár nem, egész napra befolyásolják, és előfordul nálam is, hogy rémálomból ébredek, és ilyenkor a reggelim a segít, hogy frissen és tisztán tudjam kezdeni a napot. Kukába dobja a szakadt ruhát, beint a homályos ablakon át, én kinyitom az ajtót, beengedem, elveszettem is kedves nekem, lezuhanyozhat, jól lakatom, kibámulhat az ablakomon az én hősöm, az én hősöm. Én alapvetően a természetemnél fogva egy rettentő precíz ember vagyok. Aprólékosan kidolgozok minden lépést, amit szeretnék megtenni, és minden napomnak van egy munkaalapja, ami alapján végzem a dolgomat reggeltől estig. Belezavart ma is az idilli képe, nem vagyok ideges mégsem, mire jó, fő, hogy a kávé mi ható. A reggeli kávé indítja a napomat. Igazából télen-nyáron jeges kávét iszom. Ez ízlik a legjobban, karamellás jeges kávét. A kávé számomra egy megszokás igazából, valószínűleg el tudnám engedni, hiszen sokkal keményebb dolgokat is elengedtem már, de hogy megmaradt ez a kis reggel örömem az életben. Nekem lezuhanyozhat, jól lakatom, és kibámulhat az ablakom. 5 éves korom óta egy viszonylag ritka lelki betegségben szenvedek, az a neve, hogy OCD, magyarul kényszerbetegség. Amint itt látható, minden stokira van hajtogatva, minden merőleges, párhuzamos, és ez az egyetlen oka annak, a kényszerességem, hogy ilyen spártai módon van berendezve a lakásom. Ne legyen egy kép a falon, vagy egy akármi, ami arra ingerel engem, hogy 5 percen keresztül igazgassam, hogy merőleges, párhuzamos legyen. A legnagyobb kihívást jelenleg az életben számomra a kényszerességemnek a leküzdése, vagy legalábbis csillapítása jelenti. Ha ezt sikerülne elérnem, azt hiszem, hogy sokkal pengébb lenne a gondolkodásom. Az agyam a figyelemzavar, hogyha valahogy csillapodna, elterhelődne, vagy elmúlna, akkor kezdődne az igazi életem. Miből is gondoltam, hogy végtelen lesz épp ez, mikor semmi se végtelen. Miből is gondoltam, hogy szép maradhat, hervadhatatlanul fényesen épp ő. Mivel abban a szerencsés és áldott helyzetben vagyok, hogy a munkám egyben a hobbim is, ugye a dalszerzés, ezért más hobbim igazából nincsen, hétköznapi dolgok. Nagyon szeretek filmeket nézni és olvasni. Legfelül a mesék vannak. Kamaszkorom óta óriási képregény rajongó vagyok, sőt, kisgyerekkorom óta. Ez itt a képregényes polc. Itt zenész életrajzok vannak, a nagy kedvenceim. Ez pedig itt a Beatles szekció.
illetve a Biblia és a Zsoltáros könyv. A további polcokon szintén zömében életrajzok vannak, de itt már egy-két szép irodalom is van, például a kedvenc szép irodalmi művem az Abhegyező, és itt alul vannak a saját műveim. A 2021-es évemről egy naplót vezettem, és ezt ki is adtam egy napló évkönyv formájában. Ez a 2021-es évem naplózása. És nem helyettesít senkivel. Az őreötjeim ügyek intézésével telnek el, méghozzá zenekari ügyek intézésével, ugyanis részben a Hiperkalmának nem csak a zeneszerzője, előadója, hanem a menedzsere is vagyok. Én szervezem le a stúdióidőpontokat, a próbákat, a szociális médiába én posztolok, nekem kell ott lennem, mert szerintem ez így fair a közönséggel szemben. Másrészt pedig nem ismerek olyan embert, aki az én nevembe olyanokat tudna posztolni, amikkel én elégedett lennék, úgyhogy ezt jobb ilyen nekem kell csinálnom, nekem kell ellátnom ezt a feladatot. Melódiák, szép énekesnők, zongoristák néznek ránk a fátylonát. Merev szemmel, szivarfüst szál, sok óri ember. Én elsősorban szerzőnek tartom magamat. Számomra az örömet, legtöbb energiát az okozza, illetve adja, hogyha megírok egy dalt, amíg elkészül a dal, az a varázslatos 30 perc, amíg megszületik a dalnak a váza, az alapja. Nincsen pénzem, lassanként mindent elveszítek, zúg az agyam, sokszor kínomban megnyűszítek, igazad volt. Előadóként egy olyan életem volt, amit meg kellett tanulnom szeretni. Igazából nem nagyon tudtam mit kezdeni én a közönség szeretetével, az éjjelzéssel. Ezt így meg kellett tanulnom. Most már jó mókának tartom az egészet, de alapvetően én inkább egy befelé forduló szerző vagyok. A fátylonát, a fátylonát, a fátylonát néznék öreg meredt szemmel. Na ez az a dal, ezt írtam először életembe. Sokféleképpen szerzek dalokat, de az általános metódus az az, hogy elkezdek gitározgatni, prüncsögök, kijön hozzá egy dallam, dúdolok hozzá egy dallamot a gitárkísérethez, és szépen, mint a puzzle, jönnek ki szavak, félmondatok, és akkor így szépen így beépítem a házat, hogy így mondjam. De van olyan is, hogy a szöveg van meg előbb, az ritkább, de alapvetően így egyszerre születik meg a zene és a szöveg. Írtam egy dalt, aminek a címe Ingyenjárat, és augusztus 6-án a 3 éves tisztasági évfordulomra fog megjelenni. Távoli kutya ugatás, látszik a lelet az égen. Mindegy, hogy igaz-e, hisz nem voltál ott. Lásd meg az igazit, a mindent látod, aki itt vagyok, aki vagyok én. Na gyere, nézz körül, ez az utazásod. Ez lesz az igazi, a végső válasz. Erre van az a hely, ahol már várlak. És látom, hogy szomorú a szád szívem. De gyere, érezd az örömödet mégis. Tiszteletet adunk egy búcsúgyásznak. Egyből elutazunk egy percig, látnak. Amikor megálltam egyik napról a másikra, akkor nyilván volt 3-4 hónapom, ami borzasztó volt és rémálmokkal teli. Viszont utána egyből el is kezdtem dolgozni, és felvettem a Karanténlemez című albumomat, ami a karantén alatt írott dalaimat tartalmazza. Istenem, lezavarok még egy párat, maximum hazafutok, késő bánat. A zene többet jelent nálam terápiánál. A zene a szerelmem, én szerelmes vagyok a zenébe, és a dalaim pedig az édes gyermekeim, amelyeknek én vagyok az apukájuk, és a zene pedig az anyukájuk. Ső bánat jó, de tud meg a... Felfedeztem, hogy magánhangzók nélkül is olvasható a szöveg. Ez az én jegyzetelési módszerem.
rendkívül időtakarékos, mivel fele annyi ideig tart csak leírni az adott mondatot, illetve jegyzetet. Ki közeledik épp felém, mindegyik érzi, hogy mennyi... Halló! Szevasz, gyere! Itt is van. Szevasz! Üdvözöllek! Kicsit kiültem. Ez a dal, amit a Petőfi Rádiónak írtunk, és aminek a kis egy pimasz címe az, hogy játsszál. Május 1-én fog megjelenni, és most szeretnék akkor ezt így előadni. Egy, két, há, és bekapcsoltuk a rádiót, a Petőfin éppen a dalunk szólt, jól feltekertük a hangerőt, felhívtuk az összes ismerőst, végig vártuk a híreket, volt néhány, ami érdekelt, mégis megmaradtunk a zenénél, a zene mindennél, többet ér nekünk, nem mondták meg. A kíváncsiság és a vágy húzott ide, hogy ez mi lehet a találkozásból, közös produktumról, itt szó nem volt. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen a Robi karaktere. Mi lakul egy olyan ember személyisége mögött, akit én Magyarország egyik, ha nem a legjobb szövegírójának tartom. Most tételezzük fel, hogy még muszáj lenne választani, hogy egyedül vagy társaságban nincs középút, akkor az egyedül életet választanám. De előfordul azért, hogy mikor a nyakamba veszem a várost, akkor azért tudok mulatni, de jobbára egyedül vagyok. Régen senkit nem hagytam beleszólni a munkáimba. Most annál nagyobb örömet okoz, amikor valakivel közösen dobálgatjuk a sorokat, a dallamfoszlányokat, és együtt alkotunk meg egy olyan dalt, ami mind a kettőnknek tetszik. A jó barátok megfognak, az útra tesznek újra, felébresztenek. Ez a kép 2001-ben vagy 2002-ben készült. A képen látható a legjobb barátom, Megyesi Ferenc Pite, aki 28 éven keresztül volt az én legjobb barátom, illetve a Hiperkamának a menedzsere is. 19 éven keresztül, ő sem él, már meghalt 2019-ben. Isten nyugosztalja. Ő Krisztike, a lányok között ő a legjobb barátom, és 23 éve ismerjük egymást, és jelenleg ő a Hiperkarma menedzsere. Egy napi dalok 2 nevű album fog megjelenni április 9-én, Pite szülinapján, és ehhez készítünk most terveket, hangszerelgetünk egy picit. Szevasz! Cső! Mi újság? Szevasz! Csákesz! Minden jó! Most egy olyan munkafolyamatba fogunk benneteket beavatni, amit úgy hívnak, hogy hangszerelés. Magyarul felöltöztetjük a dalt, kap egy köntöst, ezért van itt most harcostársam és barátom Stevenson Admirális, hogy kidolgozzuk a kísérő gitár témákat ezekhez a dalokhoz. Stevie, akkor nézzük meg először a verzét. Induljunk az elejétől, hogy kezdődik, és akkor részenként vegyük át, jó? Az elején gurul, és aztán cakkolásos. A tremolós, aha. Ki lakik itt ebben a gyönyörű házban? Ki az az alak a járdán, akiért oldalbent fákják tüzeik? Ki lehet ő? Ki ez a rozog a párja? Egy évvel ezelőtt ráálltam a mérlegre, és kiderült, hogy 90 kiló vagyok. Ez eléggé elborzasztott, de azért zabáltam tovább. Egészen addig, amíg Müller Péter szíjámi barátom azt mondta nekem, hogy nézel ki? Fogyjál már le! Adjál már! És még a harmadjára is rágta a fülmet, akkor mondom, jó, és hogyan fogyjak le? Nekem ilyen az alkatom. Te zabagép alkat vagyok. Először is adok neked egy receptet, mondta Péter. Ez egy zabkorpa lepénynek a receptje. Mondtam neki, hogy Péter, szó se lehet róla, én nem tudok se sütni, se főzni. Egyszer nincs hozzá érzékem, nem is érdekel. Végül addig rágta a fülemet, amíg csak leírtam a receptet, és elkészítettem az első zabkorpa lepényemet. Eltelt egy hét, és azt láttam, hogy fogytam egy kilót. Azonnal vérszemet kaptam, és így telt el 20 hét zabkorpa lepényen élve. És hát mondjuk ki, koplalba. Mi van a falon túl, mert én a falon innen lakom, te amott élsz, nem láthatod az arcom. Részeg és akaratos, ide-oda tülöngél, felkiált időnként, hogy én a falon
Elkészült az apkolók pelepény. Megkóstolom. Kutam a mezőn, ott a tetején a malomkő. Ez az a mező, ahol az a fajta gazon nő. Ami ha belepi az agyamat, ott úgy lesz úr, hogy többé nem érdekel, mi lehet a falon túl. Látok egy alakot, lenn kalapál a sötétben. Nekem ő olyan... Elérkeztünk a nap végére. Ahogyan az ősi mondást tartja, ez a nap sem kelt fel hiába. Jó, bevallom, nincs ilyen mondás, én találtam ki. Most pedig hálát adok Istennek ezért a mai napért, és nyugóra térek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok, jó éjszakát! A falon, innen ugye minden könnyebb. Innen ugye minden jobban látszik, mint a falon túl, ahol az édes könnyek... Bércesi Robertel vagy, ahogy több helyen is látom, Bércesi Robival, ezért nem robizok, mert nem ismerjük egymást. Zavarban vagyok, mert ugye a Hiperkarmán keresztül azért egy nagyon tapasztalt és nagyon elismert és nagyon híres szerzőről van szó. Ugyanakkor én egy-két dologban belekarmolnék ezekbe a szövegekbe. Úgyhogy kedves Robi, ha valahol megnézed, akkor tekintsd úgy, hogy vagy Robert, hogy a legjobb indulattal beszélek a szövegekről, a legjobb elismeréssel emelem meg nem létező alapomat előtted. Amikor kötözködöm, akkor a költő kötözködik a másik költővel, hiszen a dalszövegszerző és költő csak egészen más irányból közelíti meg a költészetnek a, hát nem mindig tág mezejét. Boldog még, nagyon jó cím. Ez egy vers cím, persze, boldog még, nem mond semmit, ugyanakkor mindent sejtett. Lehetnél boldog még. No, most ez a még, ez nem, és utána jön majd egy már, kicsit lágeresnek tűnik nekem, amilyen még nem voltál. Szóval ezt elviszed az előadással, de azért én elgondolkodtam rajta, hogy amit mondasz, azt szeretem, ami, hogyha több irónia lenne benne, ahogy nincs, akkor azért elviselhetőbb lenne számomra. Ez a, amilyen még nem voltál, persze, hát amilyen még biztos voltál boldog. Sosincsen késő már, ez rímkényszer, ez mindenkit gyilkol, minden szerzőt, a költőket is gyilkolja. Te csak lépj és várj, kevés lesz minden szó. Nagyon jó ez a gondolat, hogy kevés lesz minden szó, csak már megfogalmazása megint elkönnyíti. Ahhoz, hogy elmondhassam neked, mit érzek melletted, mikor jó. Itt a jó menti meg ezt a dolgot, mindennel egyetértek, tehát az érzettel, a helyzettel, a szituációval, csak egy picikét elvontam, egy picikét bonyolultabban is meg lehet fogalmazni. A bonyolultságon nem nyelvi bonyolultságot értek, hanem a megfogalmazásnak a emeltebb szintjét. Ugyanis tudsz te úgy beszélni, amikor odaszögezel a székhez, amikor azt írod, hogy ha rám szólsz megvigasztal, kerüljünk együtt beljebb minden nappal. Na ez nagyon, majdnem azt mondtam, hogy nagyon fasza, de én nem beszélek csúnyán, tehát ez nagyon szép. Lehetnél boldog még, amilyen még nem voltál, sosincsen késő már, te csak lép és várj. Kevés lesz minden szó, ahhoz, hogy elmondhassam neked, mit érzek melletted, mikor jó. Ha rám szólsz, megvigasztal, kerüljünk együtt beljebb minden nappal. Itt a körben nézek, és te nevetsz rám. Te nevetsz rám, te rám nevetsz, hogy számomra ez fordítva lenne, de mert ugye megint slágeres ez a te nevetsz rám. Nem emlékszem rá, hogy nem voltál, ez nagyon jó sor. Vajon hol lehettem, mikor születtél, vajon ki voltam én, amikor megjöttél? Nem zavarnak a kínrímek, nem zavarnak a ragrímek, és nagyon elgondolkodtad. A nem emlékszem rá, hogy nem voltál, ez nagyon fontos, mert ez baromi szép, ez tényleg költészet, és fölteszed a kérdést nekem, hogy vajon hol lehettem, mikor születtél. Magadnak teszed föl, de nekem kéne válaszolni.
Miről van szó, hogy nagyon sokkal fiatalabb csaj, mint én? Vagy miről van szó, hogy amíg nem voltál, nem születtem meg, és most újjá születek? Nagyon izgalmas, sokfelé nyitó mondatok. Vajon ki voltam én, amikor megjöttél? Még ezt is el tudom fogadni, hogy azzal, hogy megérkeztél, azzal megoldódott valami, megoldottam én, megszülettem én, aki most vagyok, aki lehetek. Nagyon hálás vagyok neked azért a mondatért, amit én magam nem tudtam soha kitalálni. Úgy unom mondani, hogy sosem jó. Ez egy nagyon klassz mondat. Unom hinni, ami látható. Ezt már nem tartom olyan szerencsésnek, mert nem tudom értelmezni. A látható, ugye a filozófia értelmezése van, de végső soron egy dalszöveg, de nem filozófiai szinten kell érteni, hogy egy kolléga mondja, hogy nem Kierkegaard kell ahhoz, hogy megoldjuk azt, hogy szerettelek. Bárcsak azt mondanám, amit te szeretnél, amit ha meghallgatnál, akkor nevetnél velem. Na most, hogyha ez nem egy ilyen kiváló előadónak az előadásával hangozni kell, a szeretnél, nevetnél rímeléssel, akkor nagyon kétségbe esnék. Itt megint arról van szó, hogy nagyon jó a gondolat, és megint arról van szó, hogy én másfelől közelítem meg a szöveget, vagy a dalt, mint te, vagy ti. Miről van szó valójában? Az, hogy ő a dalt el kell adni, a dalt egyszer hallják, és egyszer mászik bele a szemben ülők állók fülébe, csápolók fülébe, és az valóban nem kell nagyon elvont szöveget előállítani. Tudom mondani, hogy sosem jó, tudom hinni, ami látható, bár csak azt mondanám, amit te szeretnél, amit te meghallgatnál, akkor nevetnél velem. Itt jön a legszebb rész a szövegnek. Akkor is már réges-rég a magasban táncot jársz, alattad nincsen már csak a mély nagyon fontos itt a határozott névelő, se védőháló, semmi, se egy kifeszített kötél, lenézel rám és érzem, közel jussz lassan hozzám mindenképpen. Ha itt a mindenképpen nem lenne a végén, akkor azt mondanám, hogy hát megrendülök olyan szép. De ez a mindenképpen, érzem mindenképpen, megint a rímkényszer öli a dolgot, lehet, hogy így működik a színpadon, lehet, hogy így megy át a nézők közé, vagy a hallgatóság körébe, de versként ez jelentősen gyöngíti ez a hozzátétel. És ugye, ahogy itt el vannak választva a egymástól a versszakok, vagy a részek, az előadásban nem, és a szerencsés, és már is nyomod tovább, vagy nyomja tovább az éneklő. Itt a körbenézek, és te nevetsz rám, nem emlékszem rá, hogy nem voltál. Vajon hol lehettem, mikor születtél? Vajon ki voltam én, mikor megjöttél? Úgy unom mondani, hogy sosem jó, unom hinni, ami látható, és érdekes, hogy ezt nem refénként csinálja a szerző és a dalénekese, hanem ezt beleépíti a testébe a dalnak, és ami az előbb fölkeltette az érdeklődésünket, az most itt erős tartalommal telítődik meg. És folytatja máshogy. Itt a körben nézek, és te nevetsz rám, nem emlékszem rá, hogy nem voltál vajon, hol lehettem, mikor születtél vajon, ki voltam én, amikor megjöttél, unom mondani, hogy sosem jó, unom hinni, ami látható, ugye mihez kezdjek úgy az egészen, ha te érzel, és én meg közben nem érezhetek. Ugyan mihez kezdjek úgy az egésszel, ha te érzel, és én meg közben nem érezhetek. Olyan, mint az ökkenne valami, vagy az én olvasatomban az ökkent meg, de ez itt nagyon, nagyon megrendítő számomra. Ez a dilemma, ami az egész versen végigfut. Nem tudom eldönteni, hogy ez a lírai én, vagy a dal énjének a dilemmája, a dal éneklőjének a dilemmája, akárki, és ez nagyon fontos, hogy találkozunk-e, vagy nem találkozunk, és akkor jön valami baromi szép, valami megragadó dolog, ami rég éreztem így még versolvasás közben, és pedig elég sok verset kell olvasak szakmámból kifolyólag
nap mint nap, kereszten, domboldalban egy égő angyal táncol a tűző nap körül. Hát ha valami ez költészet, és folytatja most már privátba szinte, de amikor a kezed megfogom és megérzed, egyből szorosabban kulcsod az enyémet, nem szerencsés ez a megérzed enyémet rímelés már megint, de ilyenkor már mindent elnéz az ember ennek a csikos vagy nem csikos figurának, aki egy szál gitárral nyomja. Ő végig neked szólt a dal a magasból. Az se jut el a tudatomig, hogy eddig a csaj volt a magasban, vagy a nő volt, a partner volt a magasban, és most ő néz le a magasról valakire, vagy ki az a neked, aki eddig nem volt igazán neked. Mindenki, hogy mit gondol, nehézkes mondat, de itt már pörög a nóta. Nekem csak az számít, ahogyan te érzel. Nagyszerű mondat a hétköznapokban, igazából nem szerencsés mondat egy dalban, de amikor ráteszi azt, rányomja azt, hogy nélküled a pokolba az egésszel, akkor azt mondom, hogy az első kiség összehelyes mondat az eltűnik a semmibe, és egy nagyon erős lezárás egy nagyon erős dalnak és dalszövegnek.